Dökerven tiroiditisznek bizonyult eset jellegzetes klinikum nélkül. Jobb leveny semmit mondó, kicsit EHO szegényebb. A bal levenyben több EHO szegény terület részben elmosódott látható. A jobb levenyben lévő keringés átlagos, ez ellene szólna szubokugyoldásnak, a bal levenyben lévő viszont jellegzetesen avaszkularizált, azaz keringésmentes. Folyamatos felvétel, jobb leveny, kicsit EHO szegényebb a pajzsmirigy, itt most a hosszmetszetet látjuk már, de ez minden, de nem jellegzetes. A keringés átlagosnak tekinthető, ahogy az előbb is említettem, a jobb lebeny esetén. A bal lebenyben azonban több EHO szegény területet lehet látni. Itt hosszmetszetben jobban megfigyelhető, hogy ezek nem teljesen szabályosan körülhatároltak, inkább elmosódottak, és a keringés az szemben az ellenoldalival jóval szegényesebb. Ultrahang vezérelt mintavétel történt, itt jól lehet látni a tű hegyét a bal lebenyben. Itt pedig maga a videó felvétele az ultrahang vezérelt mintavételnek. Jól látható a tűhegye. Több magvú óriás egy gyulladásos háttér mellett, nagyobb nagyítással egy több magvú idegentes típusú típusos óriás sejt figyelhető meg. Citrógi után készült el a süllyedése a betegnek, ami jelentősen magasabb volt, egyértelmű volt így a diagnózis. Típusos klinikai képpel jelentkező szubakút gyulladásos beteg. Bal lebeny, haránt metszet, ventrolaterálisan egy EHO szegény elmosott határú képlet figyelhető meg. Hosszmetszetben ugyanez, több hasonló van a lebenyben, de a lebeny nagy része EHO normál, mint ugye a dökervenesek nagy részénél ezt látjuk. Folyamatos felvétel, jobb lebenyben is inhomogén EHO szegény területek, amelyek avaszkulárisak. A bal lebeny, ami igazán pregnáns, tancéros, ventrolaterálisan látható, ez a kifejezettebben EHO szegény, elmosott határú terület, amiben nincsen keringés. Ha volt még kétségünk, a citrógi után már nincsen, kisebb és nagyobb nagyítással több magvú idegentes típusú óriás sejtek nagy számban láthatók a keneten, itt egy nagy kinagyítva. Dökerven tiroiditis esete. Jó lényben egy kis EHO szegény terület figyelhető meg, nem jellegzetes kép. Hosszmetszetben annál inkább elmosódott a szerkezeti eltérés. Keringés gyakorlatilag nincsen az EHO szegény területeknek megfelelően. Másik oldalon hasonló képet lehet megfigyelni, itt azonban a keringés kicsit fokozottabb. Folyamatos felvételen jobb lebeny haránt vetület, majd pedig a hosszmetszet, amit most látunk, ez viszonylag jellegzetes dökervenes kép. A keringés nagyobb részt hiányos, azaz avaszkuláris lebeny. Másik oldalon egy-egy EHO gazdagabb göbszerű rész is megfigyelhető a lebenyen belül, az elmosódott EHO szegény területen kívül. Itt jön egy ultrahang vezérelt szúrás. Jól lehet látni a tű végét a keneten. Típusos több magú óriás sejt figyelhető meg, nagyobb nagyítással ugyanez. A diagnózis egyértelmű volt mind a klinikum, mind az ultrahang, mind a citrógi kép alapján. Nem típusos panaszok a jelentkező beteg. Jobb levény haránt metszeten normál alapállományban több EHO szegény körüli terület látható. Ha némi kétségünk van is, hogy ez göb-e, a hosszmetszetet látva elosztik a kétségünk, ez egyértelműen tiroiditis, gyakorlatilag a lebeny nagy része EHO szegény. A bal lebeny, ami típusosabb, ugyanitt kevésbé EHO szegény a képlet, de kicsit elmosottabb határú. Keringés nincsen a pajzsmirigy lebenyen belül. Jobb lebenyt vizsgáljuk, haránt, illetve hosszmetszeti vetületeket, eléggé EHO szegény a képet, kénytelenek vagyunk majd hangerősítést is alkalmazni, hogy jobban lássuk a struktúrát. Itt erősítjük föl egy kicsit a jelet. Elmosott EHO szegény területekkel tarkított lebeny. A bal lebeny is hasonló szerkezetű. Nem sok kétsége van az embernek ezt az ultrahangképet látva, hogy szubakúgyulladásról van szó, de a klinikum szegényes volt, ezért történt citrógi vizsgálat. Számos több magvú idegentes típusú óriás sejtet láthatunk, kisebb, illetve nagyobb nagyítással. Egyértelmű a citrógi kép, ez dökerven tiroiditis. Dökerven tiroiditis. A jobb lebeny dorzális, nagyobb része EHO szegény, nem teljesen szabályos határú. Nincs az az elmosódottság, ami a dökervenben szokásos.
De az nem kérdéses, ezt látva, hogy itt tiroiditiszről van szó. Ez viszont problémás. Teljesen olyan, mintha egy enyhe ehhoz szegénységet mutató göböt látnánk a bal lebeny harántmetszetében, a hossz metszet viszont egyértelműen eldönti, nem göb, itt is ugyanúgy tiroiditisz, itt ráadásul elmosodtak a határok. Keringés észlelhető, a dökerven első 3 hetében általában nincs keringés, utána viszont már visszatér valamelyest. Jobb lebeny harántmetszet, a dorzális ehhoz szegény résszel, azért a folyamatos felvételen nem teljesen egyértelműek a határok. Hossz metszet, mondom, egyértelmű, hogy a pajzsmirigyoldásról van szó. Keringést mutatom jobb lebeny hossz metszeti részén. Helyenként kifejezetten fokozottnak is tűnik a keringés, amit tényleg szokatlan, de nem kirívó dökervenben. Itt ez a problémás göbszerű rész, a hossz metszet viszont eldöntötte, hogy nem göbről van szó. Még egyszer, bal lebeny haránt metszet, mintha göb lenne, de együtt kell értékelni a haránt és a hossz metszetet ahhoz, hogy ne essünk csapdába. A hossz metszet eldönti, nem göbről van szó ebben a lokalizációban sem. A kérdés, hogy Hashimoto vagy dökerven a citológia eldöntötte, egy hatalmas, nagy, többmagvú idegentes típusú óriássejt egy másik, nagyobb nagyítással, és ezen a képen, ami most jön, jól megfigyelhetőek a megnyúlt epitrojt karakterű sejtek is. Típusos klinikai képpel jelentkező beteg, magas láz, nyaki fájdalom, süllyedés, emelkedettsége. Bal lebeny haránt metszett, elmosódott ehhoz szegény töröteket lehet látni több helyen. Itt kevésbé pregnáns az elmosódottságuk. A lebeny nagy része ehonormál. Egy hossz metszeti kép, több kisebb mellett két nagyobb eoszegén terület mutatkozik itt. Folyamatos felvételen a jobb lebeny alapján nem tudnánk diagnózist mondani, kb. 10-15%-ban eoszegén területeket lehet látni benne, ugyanakkor gyakorlatilag keringésmentes a jobb lebeny, ami mindenképpen gyanús dökervenre. A bal lebeny viszont ennél sokkal jobban mutatja, itt a centrális részen lévő eoszegén terület elmosódottsága az, ami erősen dökerven mellett szól. Itt ugyanakkor van némi keringés az eoszegén tületeknek megfelelően. A lebeny nagy része normál eoszerkezetű, ez a dökervenes betegek nagy részénél az érintett oldalon is megfigyelhető szituáció. Citrógi vizsgálat, több magú idegentes típusú óriás sejtek, epitrioid karakterű sejtekkel keverten, nincs kétség a citrógi kép alapján sem. Lázas állapot és pajzsmirigy jobb lebenyre lokalizálódó fájdalom volt a beteg két fő panasza. Jobb lebeny haránt vetületet mutatom először. Ehonormál, kissé, mérsékelten és kifejezettebben ehoszegény területek szövete alkotja ezt a lebenyt. Egy igen finom pókhálószerű struktúrát láthatunk. Ez nem az a kép, amikor 5-10-15 mm-es ehoszegény gócok olvadnak az ehonormál alapállományba, hanem jóval finomabb a struktúra. Ritkábban látjuk ezt a mintázatot, de ez pont annyira jellegzetes, specifikus mintázata a szubakut pajzsmirigyoldásnak. A közös benne az elmosódottság. Nem tudjuk, hogy hol kezdődik és hol végződik egy-egy ehoszegényebb terület. A keringés nem teljesen demonstratív, vannak avaszkuláris részek is, de átlagosnak tekinthető a keringés inkább. Érdemes ezt a videót többször később újra megnézni. Két állókép mutatja a jobb lebenynek ezt a finom szövetét, az ehoszegény és az ehonormál részeknek az egymásba érését. Itt egy nagyobb ehoszegény terület. Ami figyelemre méltó, hogy teljesen épp a bal lebeny, és ez is nagyon fontos útrang sajátossága a dökerven tiroiditisz akut stádiumának. Tudjuk jól, hogy az egyik oldalon kezdődik a betegség, és még sikeres kezelés esetén hónapokkal később a tünetmentes stádiumban is láthatunk az ellenoldalon megjelenő gyulladásos gócokat. Ezt demonstrálja ez a rövid videó rész. Itt pedig egy ultrahangvezérelt szúrás a jobb lebeny egyik ehoszegény területéből. Egy igen ritka kórkép. Jobb lebeny haránt metszett, oly mértékű az ehoszegénység, ami az ér ehomentességének felel meg. Hangerősítés után látható egyáltalán némi struktúra a pajzsmiben. Ehoszegény állományban kötőszövetes gócoknak megfelelően ehogazdag részek. Jellegzetesség az is, hogy teljesen avaszkuláris keringésmentes a lebeny.
Hangerősítés most történt meg, jobb lebeny haránt metszett. Egyáltalán azért lehet látótérbe hozni ezt az esetet, mert már ez egy műtét utáni állapotban van a beteg, mert egyébként egy kifejezetten megnagyobbodott, több centiméteres, 8-10 centiméteres nagyságú a priméren jelentkező elváltozás. Nyilván a tapintásra lett rendkívül pregnáns Eisenharte struma keményebb, mint az anaplasztikus rák.